A kanyarodással kapcsolatos videóknál a hamis biztonság sorozatban a jobbos kanyarban elhangzik olyan, hogy húzódja felező mellé bizonyos kanyartípusoknál, mert ott jobb beláthatóságot és ezáltal biztonságot kapsz a kanyarban. És jött rá egy ilyen komment, nekem ezzel a balra húzódással mindig az a gondom, hogy parázok attól, hogy a felezőn megcsúszik a jól ledöntött motor, van ennek alapja, vagy felesleges a fosás, simán tapad az? A helyzet az, hogy a felező mellett haladni, meg a felezőn haladni, az két különböző történet. Jellemzően az van, hogy az úton található útburkati jeleknek a festék vastagsága, az kiemelkedik hogy az út szintjéből, és akárhányszor egy motoros döntött motorra rámegy, az a festék vastagság kicsit megbillenti a motort, ami olyan érzetet kelt, mint a motor megcsúszna. De egyébként nem csúszik meg. Mutatok nektek egy fotót, évekkel ezelőtt a kedves konkurenciáim, konkurenciáim, meg a jóakaróim, még most is a Vájpista is előhozta a speedzonos beszélgetésünkkor szétszettek el ezért a képér, de beteszem ide, ez a kanyarodás képzésnek egy 2019 körüli olyan promója volt, ahol egy balos kanyarból megyek kifelé már egy hosszú 200 méteres egyenest látva, és a balos kanyar végét kiegyenesítettem, és mentem már rá a felezőre, mert már stabilan lehetett látni, hogy több száz méteren keresztül nem jön szembe senki, nem megyek bele kanyartechnikába, balkanyaros kanyartechnika videóban ez megtalálható. És az látható itt a fotón, hogy mind a két kerékkel ott kanyarodok a felezőn. De ha megnézitek a motornak a dőlészögét, még 45 fok sincs. És amikor valaki azt mondja, hogy a jól ledöntött motorral, de miért van ledöntve jól a motor? Miért nem használod a fizikát? Nézd meg a képen, hogy milyen szinten mászok le. Nézd meg, hogy a, a bal oldali visszapillantó vonalával van egy vonal, vagy bal visszapillantóval van egy vonalba a bukós isakom. Az egy nagyon jelentős felsőtest mozgatás, aminek köszönhetően akár 30-40%-kal csökkenhet egy nagyobb tempónál egy motornak a dőlészöge. Minél kisebb a dőlészög, annál kevesebb lesz, a, annál kevesebbé fog a motorod instabilá vagy csúszósá válni. Annál jobb a gumitapadásod, annál jobb a futómű működésed. Jönnek egyébként a, az idióták, megmagyarázzák, hogy ez a mászás az miért nem jó dolog, de nem velem vitatkozzanak ezek, hanem ennek a bolygónak a fizikájával, hogy ez így működik. Kevésbé ledöntött motor a sokkal stabilabban tapad. Rámehetsz egy felezőre, és nem csúszik meg. Persze, hogyha vizes, szarminőségi kopott, akkor csúsz csúszkerál, de hát ki az a hülye, aki vizen lefűz teljesen egy felező vonalat, és nem tudsz elmenni mellette? Ha átmész rajta, hegyes szögbe, lesz egy csúszanás, amellett, hogy még mindig benne van a festék vastagság miatti bebillenés, de hát számold már ki, hogy kb. 10 cm vastag egy ilyen csík, még ha ilyen hosszú irányba mész rá, mész rajta 20-30 cm, 80-as, 70-es tempóval, hány század vagy ezred másodpercet töltesz el rajta? És mindig ettől paráznak, hogy megcsúsznak. És közben meg legyen benne a, a vezetés technikádban a megoldás egyébként, hogyha valóban még olyan helyen is mész, ahol tényleg van csúszás a motornak, akkor ha tudod, hogy rámész egy ilyen csúszós felétre, mert látható a fehér csík a fekete aszfalton, akkor toljál bele a motorba. Csökkentsd le annyira a amennyire tudod, és annál kisebb lesz a megcsúszás mértéke, és nem elesés tesz, meg óriás megcsúszás, hanem csak egy ilyen kis ráng rángatás. És aki azt gondolja, hogy a motorozásba ilyenfajta hatások nem fogják érni, hát az pofára fog esni nagyon. Mert mindig lesz ő, hogy megindul, megcsusszan, megbillen. Súlyponttal segíts a motornak a futóműnek, a gumitapadásnak, meg az érzetednek, és onnantól kezdve majd akkor ezek a parahelyzetek csökkenni fognak, vagy egyáltalán nem is lesz para, mert tudod, hogy ez egy normális viselkedése, a megcsusszanás, meg a, meg a megbillenése a motornak. Nincsen para. Csak ahhoz, Tudnod kell az irányítását a gépnek. Erre meg azt mondani, kanyarodás képzés, erről szól.